Nyár közepén újabb mérföldkőhöz ért az Eiffel műhelyház újjáépítése. Az alsó szint falai már állnak, szinte szerkezetkész az épület. Ám mielőtt a teret lezáró födém felkerül, a térbe még be kell emelni a leendő közösségi tér két gigantikus látványelemét. A hatalmas apparátust megmozgató műveletet Ókovács Szilveszter, az opera főigazgatója is figyelemmel kíséri a helyszínen. Az opera, mint összművészeti műfaj, számos műhelyt, egyebek mellett varrodát, cipő, asztalos vagy festőműhelyt, illetve zenei és táncos próbatermeket, öltözőket, raktárakat igényel. Eddig városszerte kisebb-nagyobb helyiségekben oldották meg a munkát az operaházon kívül. Nincsenek saját raktáraink ma sem, nincsenek próbatermeink ma sem, tehát nincsenek saját műhelyeink, színpadjaink, próbaszínpadjaink, és nincsenek saját raktáraink sem. Hát ezt orvosolni kell, ezt a helyzetet. Világoperája számára is fontos fejlemény, hogy ha bár sok nagy operaháznak van szép próbaközpontja, klassz műhelyháza, meg klassz raktárak is léteznek, senkinek nincs ez egy helyre téve. És így olyan szinergiák vannak valóban, hogy a raktárnál lehet megjavítani a esetleg kicsorbult díszletet, vagy a raktárból azonnal színpadra lehet állítani itt azt a kamaraművet, amit itt akarunk a bánfiteremben lejátszani. A MÁV mozdonyjavító üzeme régóta parlagon állt és pusztulásra volt ítélve. Az opera beruházása nem csak megmenti a műemléképületet, hanem hamarosan új élettel is megtölti. A műhelyház nem csak az opera kiszolgáló komplexuma lesz, de egyúttal emléket is állít az épület eredeti funkciójának. Az egykori mozdonyjavító üzemet idézi majd a közösségi térben ez a 200 évnél is idősebb matuzsálem. A mozdony és az étkezőkocsi szerves részei lesznek a vendégek fogadásának. Ez a fogadó helysége majd a teljes komplexumnak, és tulajdonképpen egy érkező vonatot szimulálnak, megérkezik ugye a gőzmozdony mögötte egy étkezőkocsival, és akkor az elviekben az ide látogató vendégek majd ezen fognak tudni akár egy pohár pezsgőt elfogyasztani, nyilván ennek a kocsinak a korabeli bájával és azzal az eleganciával, amit ezt tükrözött a világháború előtti időszakban. A gondosan restaurált vasút történeti erekjéket hatalmas darukkal emelik a helyükre. Az étkezőkocsi egy igazán különleges, mondhatni világhírű darab. Azért különleges, mert ez a titka étkezőkocsi az 1912-es gyártású, és az Orient Expressben közlekedett, tehát az eredeti Orient Expressben, még az Orient fénykorában, az első világháború előtt. Az Eiffel műhelyházban az opera és a balett játszásé lesz a főszerep, de a csarnok vasút történelmi múltja, ipari jellege is visszaköszön majd az épületben. Az Eiffel műhelyház nagy közönség számára is látogatható terei közül kiemelkedik majd a fogadótértől jobbra elhelyezkedő, hatalmas zenekari járokkal és forgó színpaddal rendelkező 1000 négyzetméteres Bánfi terem. Budapesten eddig, mióta a világ két opera játszásra készült terem létezett, egyiket 1884-ben, tehát 134 éve, a másikat 1911-ben, tehát 107 éve építették, és most 2018-ban, 19-ben elkészülhet a harmadik is, a Bánfi terem. Nagyon fontos. A fogadótértől balra a multifunkcionális 500 négyzetméteres zenekari próbaterem falai is állnak már. Egyedülálló tulajdonsága, hogy nagy zenekari stúdióként is funkcionál majd. Ekkora zenei felvételekre alkalmas tér a Magyar Rádió 6-os stúdiója óta nem épült itthon. Hosszú idő után egy nagy, komoly beruházás, amelyik a magyar zeneművészet ügyét úgy is szolgálja, ha nem csak mi veszünk itt majd föl lemezeket. Nagyon remélem, hogy felvételeket készítenek majd itt mások is. A miénk lesz, és örömmel várunk ide más zenekarokat. 2019. január 27-én, Mozart születésnapján új időszámítás kezdődik a Magyar Állami Operaház életében. Ekkor nyitja meg ugyanis ünnepi előadással a kapuját az Eiffel Műhelyház.